Most bizonyára meglepődsz, mert nem a megszokott hangot hallod. Ennek az epizódnak én vagyok a vendégnarrátora, és néhány hátborzongató történetet hoztam nektek, egyenesen a Rémálmok könyvtárából. Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanál még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára, de ha hozzám hasonlóan te is podcast rajongó vagy, akár borzonghatsz úgy is, hogy a kedvenc podcast platformodon hallgatod a műsoraimat. Keresd a Rémálmok könyvtára hátborzongató történetek podcastjét a legnépszerűbb platformokon. A YouTube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod. Jó borzongást! Biztonság. Megragadta a kilincset. Lenyomta és teljes erejéből húzni kezdte, de az ajtó megmakacsolta magát. Megmozdulni sem volt hajlandó. Hirtelen elviselhetetlen fájdalom hasított a kezébe, de ennek semmi köze nem volt az erőlködéshez. A férfi arca eltorzult a kintól, ahogy ujjai a kilincsre olvadtak. A sikoly, amely lelke mélyéről szakadt ki, míg a veszedelmesen lobogó lángok ordítása mellett is fülsüketítő volt. A férfi temésztő tűz ráégette a ruháit a testére. Megolvadt lábai nem bírták megtartani már a súlyát. A törzse egy kupacba zuhant, égett karja tűből kiszakadt. A kis szobát betöltő égtelen sikoly most hirtelen elhallgatott. Felperzselt tüdeje feladta a szolgálatot. Még egy utolsó, hiába való kísérletet tett, hogy földi kincseit megérintse. A karja a padlóra zuhant, és úgy égett, mint egy fahasába tűzön. A feje természetellenesen oldalra billent. Mostanra üres szemgödre visszanézett a szobára, amely tele volt mindennel, amit értékelt. A pénz, a festmények és a részvények mind füsté váltak. Csak aranya, ezüstje és drága kövei maradtak meg. A nyomozó megdöbbent. Az összes vezeték sértetlen volt, úgy tűnt, hogy semmi oka nem volt a tűz keletkezésének, sőt, az ajtó beragadásának sem. Az egyetlen dolog, amit talált, az egy el nem égett papírdarab volt. Felemelve egy nagy ezüstérme esett ki belőle egy antik bibliára. A papíron ez állt. A pénz szeretete, minden rossz gyökere. A nyomozó megborzongott, ahogy összegyűrte a papírt és eldobta. 2 hónappal később. És itt van egy különlegesség a hálószobában, mondta az ingatlanos. Ez egy pánikszoba, amelyet beépített széffé alakítottak át. Azta, ámult el a férj. Jó szolgálatot fog tenni. Igazán? Kérdezte az ingatlanos. Ő egyszerűen nem bízza senkire a pénzét, mondta a feleség. Néha azt hiszem, hogy jobban szereti a pénzt, mint engem. Ez nem igaz, pénzecském. Úgy értem, édeském. Beléptek a szívbe, és a feleség összeráncolt az orrát. Grillezett itt valaki? Kérdezte. Ó, nem, persze, hogy nem, kuncogott idegesen az ingatlanos. Biztosan csak a szomszédok tegnap esti grillpartiának az illatát érzi. Nyitva vannak az ablakok. Mondta is gyorsan kikísért őket a szobából. Na, mit szólnak? Kérdezte tőlük. Eladva, mondta a férfi, és visszapillantott a széfre. Várj, mondta a feleség a férjének. Tetszik nekünk, csak lenne még egy kérdésem. Miért költözött el a volt tulajdonos? Egészségi okok miatt. Hűvösebb éghajlatra volt szüksége, mondta, kerülve a tekintetüket. Kit érdekel, mondta a férj. Megvesszük. Remek, előkészítem a papírokat. Egyszerűen imádom, mondta a férfi, és azon gondolkozott, hogy mit fog a szívbe tenni.